ez egy egészen más ciklus, annak a története, aminek az a címe, hogy Anya más világ, és ez a befejező része annak, ameddig legalábbis mostanáig írtam ezt a ciklust, ami úgy kezdődik, hogy 89-ben vagy 88-ban, már nem emlékszem pontosan, még eléggé friss volt a kapcsolatom a feleségemmel, és nagyon rossz állapotban voltam, még mindig súlyosan depressziós. Az anyám 2 vagy 3 évvel ezelőtti, vagy 4 évvel azelőtti halálától, ha nem találkoztam volna a feleségemmel, akkor nem is tudom, mi történt volna. Így azt is elfelejtettem, pontosabban azt tudtam, hogy külföldön van, de hogy mikor érkezik meg, arra már nem emlékeztem pontosan, de valami azt súgta nekem, hogy most a nyugatiba jó lesz kimenni, mert lehet, hogy a Zsuzsi most jön haza. És akkor a legnagyobb meglepetésemre, ezt mind megírtam, az édesanyám lép le a vonatról, aki már ugyebár 85 óta halott. Mitöbb örök halott, ezt most mindegy, hogy honnan tudom, de tudom, hogy ugyanis meg akarom írni azt a hosszú vándorutat, ami ő neki az úgynevezett feltámadással is járható halálától az örök halálig vezetett, mert ő ahhoz ragaszkodott, és addig járta a maga pokoljárását, amíg végül is, és ezért jön baromi boldogan és jókedvűen, hogy engem, akiről pontosan tudja, mert televízión néz, hogy baromi rossz kedven van, megvigasztaljon, mégpedig azzal, hogy 2 hétre elvisz a Mennyországba. Tehát, hogy befejezzem a történetet, a mama azt mondja, hogy figyelj, teljesen rosszul gondolsz mindent, ezt nem bírom nézni, mert hát mindent látok, te vagy az esti szórakozásom, és ezt nem tűröm tovább, és most az lesz, hogy elviszlek a Mennyországba, amelyik pont úgy néz ki, mint a halászék üdülője, ahova mi jártunk gyerekkorodban, és ott azt akarom, hogy mindent megbeszéljünk, újra tárgyaljunk, és neked újra jó kedved legyen, és én csak küledezek, nem tudok szólni, csak azt mondja, először menjünk fel a lakásunkba, a régi lakásunkba, a Petőfi Sándor utcaiba, ez is meg van írva, ott vagyunk a régi lakásunkba, jól érezzük magunkat, de hát teljesen világos, hogy ez már nem létezik csak bennünk, de hát az éppen elég. És utána pedig, mivel az édesanyám azokhoz tartozik, akik már az örök halálon is túl vannak, és azt, hogy ő a mennybe van, kvázi a Balaton partján, a halászék üdülőjébe, azt ő találta ki magának, gyanúm szerint nekem, egyáltalán nem biztos, hogy ő mindig ott van, de mindenesetre engem oda akar vinni, és most már oda is érünk, és már az is le van írva, hogy látom, hogy tényleg az van ki, valami jópofa ki van írva, hogy ez egyúttal a Mennyország, meg a halászék üdülője, tehát jó helyen vagyunk, és akkor most kezdődik az utolsó része a szövegnek. Valaki megszólít bennünket, úgyhogy eleinte nem látom én. Megjöttek? Ő az elvtársnő még mindig élő fia? Szólal meg valaki, nem látom, mégis tudom, ki az. A hangját úgy ismerem, mintha szülőm volna. Nemrégiben meghalt. Később, mint apa. Sokkal. Nemrég. De hogy tud örökre meghalni, ha ember? Bemutatlak Csermanek Janónak, közli anyám. Hódolom! Volt elég lejsztungja a szegény ember. Csermanek úr azt állítja, hogy ő Káder János. Ez a happy-e. Hadd mondja. Halott. Sőt, újra és újra halhatatlan. Letöltendő. Nyitva marad a szám. Neki igen? Igen? Ki engedte ide? Isten? János a hódolom. 85 lesz. Vagy volt? Bírt ki. Ő életfogytig halhatatlan. Ki mondta? A bíróság. Itt mindenki tudja. Van olyan bíróság. Itt is.
Van. De van ám, hunyorít a káder, mintha cinkosok lennénk, tagadom, bólogat is hozzá, mindenkinek kiár a törvényes ítélet. Már is indul a mennyország felé. Kezében mindenünk. Ő viszi be a csomagjaink? Kérdem. Tudja, hol a szobánk? Mi vagyunk a bíróság, mondja édesanyám. Mi? A szabadok? Az örök halálon is túlvergődött banda. Ő meg hát! Rossz ember vagy te, mégiscsak kisfiam. Azt mondom, igyekszik. Akar. A beutaltak zömének annyi, mint a szú. Az a bogár. Így mondják. Azt az izét nem is lehet látni. Szú? Kérdem. Jól hallom? A nagy szú. Nincsen ebben semmi nevetséges. Hajtja le anya a fejét. Sőt, a túlvilágon az is van, ami nincs. Most mit kell ezen nem érteni? Együtt kell nyaralnod a káderről. Tedd fel. Melyik része zavar? Semmiben ég. Itt a bikverős aggastyán megáll, előttünk, háttal, nem fordul vissza felénk, leteszi a csomagokat, rágyújt. Vár. Köhítse. Ne hallgasson a fiamra, Janó. Nem magának szól ez. Önmagunkkal beszélgetünk. Sosem magának szól, amit mondok, hanem neki. Maga elejétől gerinctelen, elesett és érinthetetlen. Ideál, sajnálom, ahol mi nyaralunk. Bocsánat kérőn teszi hozzá nekem. Sajnálom. Így ver a sors. Micsonak már életében sikerült elérnie, hogy nincs. Ne foglalkozzunk egymással, ha lehet. Rúgdosom a salakot, a sárgát. Várt? Kérdezem rekedten anyát. Nem nekem felel. Szép öntől, Jánoska. Ismeri a fiam? Mármint, hogy maga őt? Honnan tudná, vágok közbe? Ahonnan a többit, mordul föl a káder. Azzal ingerülten előkap egy csíkos szélű zsebkendőt, és beletrombitál. Anya újra megfogja a kezem. Te élsz. A többi 10 vagy 14 meg nem születettet abortáltam. Törvényesen. Ha engedte a törvény. Törvénytelenül, hogyha nem engedte. Hogy ne dobják a tűzgödörbe őket. Hallgat, hozzáteszi, téged. Ki? Horkan föl a portás. Most már értem miért. Én? Kegyed még besároz? A ratkó alatt ültem, maga ezt jól tudja. Anya összecsapja a kezét. Dehogy? Ember volt. Minden az emberek. Nyugodjon meg, Csermanek úr drága. Maga nem ember már. Suttó, én nem tudom miért. Mind a 14-et a zsidó törvények alatt? Vagy csak 10-et? És akkor ez hogy van? És hogy csinálja? Ki? Te meg mit csinálsz? Rám néz, bele a szemem közepébe, szégyen. Barnás zöld pillantása ég. De hát, fiam, nem is igaz. Ez nem igaz. Te gondolod, mert mondtam. Mikor elöntötte a genny az agyamat, hogy se téged, se senkit, a Hitlernek, Sztálinnak nem akartam szülni. Kerestem a javasasszonyokat. De te honnan tudod egyáltalán még mindig? Honnan, hogy gondolod? Ahányszor rám gondolsz. Micsoda? Miért gondolsz rám, ha egyszer nem igaz? Ahányszor végigmorzsolod a lelki furdalásod. Utálom! Vasláncát! Káder Jánost azt hiszem elfelejtettük.
Én is ismerem minden gondolatod. Azt hiszem, ezt anyám mondja. Onnan tudom, hogy nem is sejtesz semmit. Hát, ha bár mindent tudsz. Épp csak mindent odalent, a sötétben, ahová való. Ahová való? Cserbanek bácsiról meg elfeledkeztünk, már messzebbről néz minket, mint egy lángra gyúrt téli szemétgyűjtőt, zavartan fintorogva rajtunk, ilyenbe ő még bele se gondolt életében, gondolom. Hogy elforduljak tőle, legugolok, bekötöm a cipőm, bezzeg anya rám mutat, jó srác, lehajol, átölel, ad egy puszit is a fejem tetejére, jobb akarok lenni, puha szar, felemelkedem. De Csermonek urat már nem látni sehol. Lelépett. Elpárolgott. Mi köze van hozzánk? Ismerheted? Hogy kerül ez ide? Ez az üdülő? Nagy üve. Anyám, ez a büntetése. Itt van. Megpróbálunk olyannak lenni hozzá, mintha élne. Mintha abból kettő is lehetne. Mert nem nekünk van közünk a dolgához. A dolgának nincs köze hozzá. Neki se úgy, hogy a közben él. Nem él. Ne gondold végig. Nem örök halál. Látod, hogy itt hagyta? Csomagjaink a földön, bemehetünk.